Nos, hát, sziasztok, ez a Rajzfilm Klub Hungary. Ma a Tini Titánok rajzfilm teóriát hoztam el nektek. Kezdeném is. Az eredeti Tini Titánok sorozat középpontjában, ugyebár az akció áll a rossz fiúk elleni küzdelem. Ezzel szemben az új széria a Tini Titánok harcra fel, inkább azt mutatja meg, mi történik a harcok között. Előtérbe kerül a humor, és jobban megismerhetjük a titánok egymáshoz való viszonyát, hobbiait, szokásait. Ha feltételezzük, hogy a Tini Titánok harcra fel, Gézen Gúz néző szempontjából mutatja meg a titánok életét, az eredeti sorozat bizonyára Robin szemszögéből készült. Vegyük sorba az érveket. Az új sorozatban robin Robint nem annyira tisztelik a barátai, míg a régiben igen. Raven jóval barátságosabbnak hat, mint eredetileg, bár a fekete mágia iránti szenvedélye és a sötét lelkű mi volt, a se cseppet sem változott, a lány bizonyos dolgokban szelídebben jelenik meg, gondoljuk csak a csini mini mániájára, amely mellesleg az én kicsi punim varázslatos barátság remek paródiája. Véletlen lenne? Vagy Gézengusz tényleg elvakítják a Raven iránt támplát érzései? Gézengus már az eredeti sorozatban is a legnagyobb képzelőelővel bíró szereplőként volt jelen, ez is alátámasztja a teóriát. Ám a Tinititánok harcra felben van egy kérdéses epizód, amely még inkább megerősíthet minket a hipotézisben. Ez az álmok, Című rész, amelyben minden titán és házi kedvenc bangorf Sejmi álmába kukkanthatunk bele. A képen robin álmából láthatunk részletet, amely egy az egyben az eredeti sorozat stílusát idézi. Ez magyarázhatja az elmélet nézőpontokról szóló részét, ám ezek szerint Gézenguzámának az új sorozatrajz stílusával kellett volna készülnie. Nem azzal készült, de az álom csak abból áll, hogy egy valódi kaméleon lépked előre-hátra, ez tehát nem mérvadó. Az viszont igen, hogy az eredeti sorozat és az új sorozat között a cselekményekben is láthatunk párhuzamokat. Például a Tiny Titanokban Cyborg egyszer beépül a Hivepa, általától beáll Gizmohoz, Jinxhez, számos Billyhez és Mamuthoz, hogy infókat gyűjtsön az ellenségeikről. A Tiny harcra felben Robin tesz ugyanígy, akinek... Akihez Cyborg is csatlakozik idővel. Egy másik Titánok epizód a Soha többé szintén párhuzamba állítható a Tinitánok Harcra fel Raven Színei című epizódjával. Elgondolkodtató. Az elmélet egy árnyaltabb változata szerint azért néznek ki fiatalabbnak a Tinitánok Harcra felben, mert az valójában Gézen guzáltal írt és rajzolt képregény, amit a kalandjaik is harcék után rajzolt a féle, naplóként vezeti Gézengúz, derülátóságának eleget téve, mindig finomít a láttottakon, és kiszínezi a történeteket. Éppen ezért lehetséges, hogy a tinnis titánok harcra felhangvétele sokkal játékosabb, mint az eredeti szériái, és az, hogy a sorozat jobban elrugaszkodik a valóságtól. Nos, hát ennyi lettem volna mára. Most szeretném megköszönni nektek a több mint száz feliratkozót, ez tényleg nagyon nagy szám számomra, ugyanis nekem ez volt régebben az álmom, és hát teljesítettétek. Nagyon szépen köszönöm nektek, hamarosan ismét találkozunk, sziasztok!